Hát bizony, így az adás vége felé szerintem minden néző úgy van vele, hogy lehet, hogy már megéhezett, és lehet, hogy a televíziós műsorvezetők élete is elég nehéz, mert mostanában mindig kóstolgatunk, úgyhogy hát a diétának befellegzett. Marton Béla a vendégünk, a Gyöngyösi Cukrászda tulajdonosa. Hát azt hiszem, hogy egy igazi esküvői lakoma egyáltalán nem a diétázásról szól. Teljesen egyetértek ebben ezzel. Egyszer azt számolgattuk, hogy egy-egy ilyen esküvőn, hogyha az ember végigeszi a menüt, akkor hány ezer kalóriát lehet elfogyasztani? Szerintem 10 000-et simán, hogyha még a sütiket is beleszámoljuk. Az egyik cimborámmal ezt megpróbáltuk, és ilyen 12 000-nél hagyjuk abba a számolást. Teljesen semmi értelme. Így, hát, és akkor ugye igen. Még a feleseket az ember nem is vette hozzá. Kedves Béla, hát gyönyörű tortákkal érkeztél. Köszönöm. Én le fogom tesztelni. A tortában nem harapok bele, viszont ezeket az apróbb sütiket, kis muffinokat és kis kosárkákból egyet azért mindenképpen. Hát ugyanolyan fontos dolog azt hiszem, hogy milyen a torta, mint az összes többi, mert hát nagyon kíváncsiak a vendégek, és bármennyit is egyenek, az esküvői tortából ugye mindenképpen illik enni. Mesélj nekünk, milyen extrém kívánságokkal jönnek a kedves házasulandók, vagy egyáltalán milyen torta divatról tudsz beszámolni? Hát most szerintem jelenleg rengeteg trend van. Tehát azért is hoztunk többféle esküvői tortát, ugyanis ugyanúgy megtalálhatók a hagyományos arany és fehér kompozíciók. Nagyon, nagyon szeretik a fiatalok, nagy esküvőkre leginkább ez a típus megy. Viszont az extravagáns torták, mint például ez egy, ha jól látom, hatszögletű az alja, és utána jön rá a két emelet. Ez is divat most már, tehát sikkes lett a fiatalabb társaságokban ilyen tortával megjelenni. Én nagyon örülök neki egyébként, mert ez sokkal nagyobb kihívás, mint egy hagyományos torta, meg kicsit felfrissíti ezt a szakmát, jót is tesz neki. Hát extravagáns kérések pedig nem, egyszerűen olyan sok van, hogy nem jut hirtelen egy eszembe, amilyen nagyon-nagyon extra volt, de talán az egyik, ahol egy fekete burkolatú tortát kért a kedves vendég, de az annyira szomorú volt, hogy inkább lebeszéltük róla, mert egyszerűen képtelenek voltunk jó szívvel kiadni, de sikerült meggyőzni, és egy sötét barna tónusú tortát kapott, illetve a forma volt már háromszögön 6 szög, és azon volt egy kocka. Egy csoda volt megépíteni, mert a fizikának teljesen ellentmond, de nagy nehezen sikerült. Szállítani nagyon nehéz volt, de nagyon örült az ifjú pár. Ami az érdekesebben, hogy most már nagyon tudatosak a vásárlók. Tehát ugye az online térben elég otthonosan mozognak most már a fiatalok. Pontosan tudják, mit akarnak, és hogy akarják. És nem nagyon szeretnek kompromisszumot kötni, egyébként nem is kell, mert meg lehet oldani. Néha-néha egy-egy apróságot engednek, de hál' Istennek tudják, mit akarnak, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk egyébként. Ez egyrészt azt gondolom, hogy könnyebbé is teszi a munkátokat, másrészt nehezebbé is, mert hogy van egy vizualizált vágyálom, vagy egy, nem tudom, tényleg az online térből kivadászott alkotás, és ugye egy ugyanolyat szeretnének látni. Én emlékszem azért egy ilyen 20 évvel ezelőtt, ugye mindig ott pózolt a mennyasszony vőlegény a torta tetején, és aztán kicsit ilyen kannibalizmusnak tűnt, amikor igen. Valaki leharapta a fejüket. Hát ma már ez nem annyira jellemző, ellenben akár a élő virágdísz és különböző más díszítések is. Emlékszem, hogy valamelyik csatornán ugye egy talán Amerikában élő nagy cukrász torta király óriási tortáit láttuk, és valóban a szállítás ez egy nagyon-nagyon nehéz része a történetnek. Ezt hogy oldjátok meg? Hát hűtőautó, nagyon komoly kitámasztás volt, hogy beült egy ember és tartotta, még mentünk 60 kilométert a tortával. A hűtőkocsiban? A hűtőkocsiban. Ez kemény munka. Eszméletlenül féltünk, hogy elborul. Olyan, mint egy rózsa úgy nézett ki a torta, tehát mindenütt apró torták voltak körülrakva, és egy lábon állt, úgyhogy rettenetesen féltünk, hogy elborul. Sajnos ez ezzel jár, viszont van benne kihívás, tehát ha mindig ugyanolyat csinálnánk, akkor egy idő után azért ez el
fásítaná a csapatot, és én nagyon örülök neki, hogy mindig van új dolog, amivel rávethetik magukat, vagy rávethetjük magunkat, mint feladatra. Ugye sajnos nagyon sok az allergiás, és gondolom, hogy a násznép között is előfordul. Általában a tortát azt már ilyen módon kell készíteni, vagy inkább az apró süteményekben gondolkodtok, vagy gondoltok azokra az emberkékre, akik mondjuk vagy gluténre, vagy tejre, vagy bármire érzékenyek. Most már mind a kettő divat, és ez nagy, tehát én a tavalyi szezonban, ha jól emlékszem, minden második esküvői tortában volt vagy laktóz, vagy glutén, vagy tojásért. Tehát minden egyes, vagy minden második tortában volt ilyen érzékenység. Meg lehet csinálni, meg is kell csinálni, ugyanis ez most már egy nép probléma szerintem, és muszáj alkalmazkodnunk hozzá. Mellette az apró sütik, meg abban is úgy próbálunk igazodni, hogy van olyan, ami a nem beteg emberek számára, és van olyan, ami az esetleg érzékeny emberek számára is kielégítő lesz. Egyébként mit javasolsz a pároknak? Menjenek be, kóstolgassanak is, akár annak ellenére, hogy van egy elképzelésük, mert ugye azért az elképzelés inkább talán a látványnak így szól, van. Az ízvilág viszont egy másik történet, és nem elég, ha csak szép az a torta, mert azért elsődleges célja az, hogy elfogyasszák. Ez teljesen így történik. Én, amikor beérkezik az ifjú pár, vagy a mennyasszony és vőlegény, akkor szépen sorjában végig kell kóstolniuk, hogy mit szeretnének. Csak így működik, ugyanis azért ha belegondolunk, hogy lemegy egy hatalmas vacsora, hogy az emberek telítődnek, netán még fogyasztanak mellé egy kis alkoholt is. Éjfélre vagy 11-re, bár úgy látom, hogy most már ilyen 11-12 körül meg szeretik vágni a tortát, nehéz ízeket, mert nem biztos, hogy be tud fogadni valaki. Tehát inkább én azt szoktam javasolni, hogy kóstolják meg a nehéz ízt, és képzeljék azt, hogy egy komoly vacsora után még ebben meg kell lenni egy szeletet. Na most ezt nem azért vettem Bélám a kezembe, hogy az egészet itt elfogyasszam, csak itt egy picit megpróbálom megmutatni a kameráknak, különböző színek, gondolom, hogy töltelékében is más-más íz, igen. Tehát amiről beszéltél itt a gyümölcsös, lime-os, citromos, ezek a kis könnyedebb nyári finomságok. Melyiket javaslod nekem megkóstolásra, mert csak egyet fogok megkóstolni, mert különben meglincselnek a kollégáim, mert akkor nem jut neki. Hát a hölgyek kedvence nálunk a lime-os. A fiúké, a férfiaké pedig az a nagyon sötét színű trüffel gránátalmával a tetején. Tényleg? Igen. Én pedig azzal szemeztem, úgyhogy ezt el fogom dönteni. Nagyon szépen köszönjük ezt a finom kis beszélgetést.